ezt a kis örökzöld lonc sövényt itt a francia kertbe ültettük el tavasszal. És hát az a cél, hogy egy sűrű, tömött kis sövény kell legyen belőle, mint a régi kertemben elől. Már megmutatom, hogy ott hogy néz ki. Itt is látszik, hogy nagyjából méterenként ötöt ültettünk, egy-egy kis elhalás történt, de majd oda dugványozok le. Viszont ugye az a lényeg, hogy most gyönyörűen elkezdett hajtani, és legyen megnyírva, legyen erősen visszavágva. Tehát ne örüljünk annak, hogy hosszú nagy hajtásokat hoz, pontosabban örüljünk neki, de vissza kell vágni. Tehát itt is látszik, hogy vannak hosszú nagy hajtások, azokat szinte teljesen vissza kell vágni, így fog majd elágazni, és már jövőre egy sűrű sövényt alkotni. Ha hagyjuk ilyen hosszúnak meg a hajtásokat, akkor csak egy ilyen nagy lac lesz belőle, egy nagy foltot benő, de nem szép kis sövény lesz belőle. És ezért kell mindig a frissen ültetett sövényeket is, fagyalt és babérmennyet, mindent vágni, hogy sűrűbb legyen, tömörebb legyen. És ugyanígy ezt a kis örökzöld lonc sövényt is nagyon bátran meg kell metszeni. Ugye az előkertem így néz ki készen, ez ugye már 9 vagy 10. éves. Itt is ugyanígy kezdtem, ugyanilyen kis tőtávolságra, arasznyira, és egyébként a második évre gyönyörűen összenőtt.